Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára is értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Bizonyára sokan hallottátok már azt a szólást, aforizmát, hogy sok bába között elvisz a gyermek. Esetleg igaz lehet ez a nyolc éves relisára is, akit számos ember vett körül figyelmével és szeretetével. Családja, barátai, tanárai mind ott voltak mellette. Ennek ellenére a kislány 2014-ben eltűnt. Mi történhetett? Elszökött, majd valami baleset következtében elhunyt, Vagy valaki mégsem olyan jó szándékkal kísérte útján, mint ami ennek látszott? a 2005. október 29-én született Washingtonban édesanyjával, Samika Junggal és testvéreivel, valamint nevelőapjával, Antónióval élt otthonukban. A szeretett és szerető kislány nem csak kedvességéről, de gondoskodó és kor ellenére igen felelősségteljes viselkedéséről is tanúbizonyságot tett. Nem csak játszani szeretett kis testvéreivel, de felelősségtudatának is gondoskodó természetének köszönhetően az anya szerep sajátosságait hordozta magában. Édesanyjának besegített a házi munkában, figyelt testvéreire és rendszerint figyelmeztette őket, ha valami rosszat csináltak. De ez az attitűd nem csak a családján belülre korlátozódott. Nagymamája felidézte, hogy Relisa a környéken élő családoknak is felajánlotta a segítségét, hogy ha szükségük van rá, besegít a kisgyermekek gondozásában. Ringatja őket a babakocsiban, segít etetni és pelenkázni őket. És amikor ezt halljuk, az a kép rajzolódik ki bennünk, legalábbis elsőre, hogy a kislány bizonyára ezt látta édesanyjától is, és a családja, mint elsődleges szocializációs szintér, ilyen hatással volt rá, amiből következik, hogy valóban egy gondoskodó, szerető családban cseperedett élt. És mindezen felsoroltakat, amelyeket Relisa családja mondott el, az iskolában dolgozó tanárok is megerősítették. Jószívűnek, kedvesnek, barátságosnak és nagyon aranyosnak írták le. Relisa anyja úgy fogalmazott, hogy Relisát mindenki azonnal megszerette, amint meglátta. Mindezek alapján tehát Relisa egy igen boldog és kiegyensúlyozott családban élt. Vagy talán mégsem. Ugyanis a történéseket tovább vizsgálva kiderül, hogy 2014-ben Relise is családja egy washingtoni menedékhelyre kényszerült költözni, hétköznapi nevén hajléktalan szállóra vagy átmeneti otthonba. Ez a menedékhely korábban kórházként funkcionált, ám annak bezárása után az épület a fedél nélküliek számára lett átalakítva. De hogy miként jutottak el idáig, azt a későbbiekben részletezni fogom tehát 2014-től a család itt élt a hajléktalan szállón, és összebarátkoztak egy Kelió Tétüm nevű férfival, aki a menedékhelyen dolgozott. Nem ők voltak az első, és sajnos nem is az utolsó család, akik arra kényszerülnek, hogy egy ilyen átmeneti otthonban húzzák meg magukat, amíg jobbra nem fordul a soruk. Ám ez egyáltalán nem indok arra, hogy például a tankötelezett relése kimaradjon az iskolából. Ám ez mégis bekövetkezett. Tíz igazolatlan hiányzást sikerült felhalmozni a kislánynak, aminek következtében március 13-án a Pén általános iskola értesítette erről a Washingtoni gyermekjóléti szolgálatot, ami feltételezem csak úgy, mint hazánkban, Amerikában is kötelessége az oktatási intézményeknek. A családsegítő munkatársa fel is kereste a családot, és érdeklődtek a hiányzások oka felül, ugyanis lehetséges, hogy egy olyan váratlan élethelyzet állt elő, ami miatt a gyermek kénytelen volt kimaradni az iskolából. Relisa édesanyja arról tájékoztatta őket, hogy Relisa beteg, ezért nem jár iskolába, de le fogják igazolni a hiányzásokat. Hat nappal később egy szociális munkás felkereste a menedékhelyet, ahol azzal kellett szembesülnie, hogy az orvos, akinek kezelése és felügyelete alatt áll az akkor nyolc éves kislány Relisa. nem más, mint Kálió Tétőm. Erre azt mondhatnánk, hogy egész jó, ha egy ilyen átmeneti otthonban még arra is tud a fenntartó némi anyagi forrást elkülöníteni, hogy saját orvosuk legyen. Azonban az igazság más volt. Kálió Tétőm nem orvosként dolgozott az említett helyen, hanem házmesterként. Igen, az orvos, akire Relise édesanyja is hivatkozott, nem más, mint egy gondnok. Akkor mégis miről beszélt Semike? Relisának nyoma sem volt, és senki sem tudott pontos információval szolgálni arról, hogy hol tartózkodik. Egyes források szerint Relisa anyja erre a férfira bízta gyermeke felügyeletét, gondozását, de ezek a részletek nem teljesen világosak. Bizonyára sokan felhördültek most halva azt, hogy egy édesanya másra bízza gyermekét, aztán nem is tudja, hol van, már ha ez egyáltalán így volt. És ez jogos is, legalábbis szerintem. Viszont fontosnak tartom azt is, hogy kicsit jobban megvilágítsam Relise családjának szociális helyzetét, és elmondjam azokat az eseményeket, amelyek idáig vezettek. Illetve még azt hozzáteszem, hogy nem találtam túl sok információt az édesanyával kapcsolatban, pontosan azzal, hogy ő mit gondol az esetről, ugyanis volt, amikor interjút adott, de annak nem volt túl jó vége. Erről majd később mutatok egy részletet. 2007-ben, amikor Relisa mindösszesen két éves volt, jelzést kaptak a gyermekjóléti gyermekvédelmi szervek arról, hogy Relisa családjában gondot okoz a gyermekek megfelelő szintű táplálása és felügyelete, emellett pedig a lakhatásuk is veszélybe került. Ennek kapcsán a család szociális helyzetét megvizsgálták és lakhatási támogatást ítéltek meg nekik, illetve ellenőrizték, hogy a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítottak-e a családban. Innentől, annak ellenére, hogy a lakhatási támogatást megkapták, több feljelentést is tettek a szülők ellen, mert azok nem tudták fizetni az albérletet. Innentől további jelzések történtek, mint például, hogy a gyermekek verbális agressziónak vannak kitéve, nem biztosított az egészségügyi ellátásuk és hasonló problémákról. Ez így haladt továbbra is, de a család együtt maradt, és azt, hogy milyen intézkedések, esetleges segítségek lettek eszközölve a gyermekjóléti és család szervek felől, nem tudni. A legtöbb információ, amit erről találtam, hogy kapcsolatban voltak a családdal. Nyilvánvalóan nem az volt az elsődleges cél, hogy a családot szétszakítsák, de azért az is látszik, hogy a helyzetük nem javult, sőt, sokkal inkább romlott évről évre. Egészen addig, míg tartozás miatt 2013-ban fel nem bontotta az egyik lakástulajdonos a bérleti szerződést, és erre is a családjának egy motelben nem kellett költöznie. Egészen 2014-ig ott is maradtak, amíg a már ismertetett eseményben nem következett, mégpedig, hogy a család egy menedékhelyre kényszerült. Innen pedig térjünk vissza oda, hogy Relisa édesanyja szerint kislánya egészségügyi problémák miatt hiányzott az iskolából, és egy orvos felügyelete alatt állt. Akiről kiderült, hogy nem más, mint Kalió Tétöm, a menedékhely gondnoka. Mivel Relisa édesanyja nem tudta megmondani, hol van a lánya, nyomozást indítottak. A hatóságok attól tartottak, hogy a férfi vitte magával, és az eddigi előzményeket tekintve ez a feltételezés nem is volt olyan valóságtól elrugaszkodott. Főleg, hogyha a további részleteket is figyelembe vesszük. Ugyanis többször látták Relisát a férfi társaságában. 2014. február 26-án egy biztonsági kamera örökítette meg, amint együtt voltak a Holiday Inn Expressben, ami egy középárkategóriás szálloda. Március 1-én pedig szintén egy szálláshelyen, a Daisy-ben tűntek fel, és ekkor látták Relisát utoljára. Majdnem egy hónappal azelőtt, hogy bejelentették eltűnését. Másnap, március 2-án egy közeli üzletben látták, amint 160 literes szemetes zsákokat, lapátot és messzet vásárolt. Később pedig a Kenilworth Park és az Aquatin Gardens közelében tűnt fel. Ez nem egy túlszokványos bevásárlás, ha azt nézzük, hogy mindezt egyszerre vásárolta olyas valaki, akinek a társaságában korábban többször is láttak egy eltűnt szemét. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy relisát megölte volna és a maradványaitól akart volna valamilyen úton módon megszabadulni, amihez a vásárolt eszközök kellettek. De ennek a lehetőségét sem lehet kizárni, viszont később még beszélni fogok olyan tényekről, amelyek szintén magyarázhatják a gyanús bevásárlást. Relisha Rudd eltűnésével kapcsolatban természetesen kihallgatták az édesanyját, Semikát és élettársát Antóniót, a kislány mostoha apját is. Rajtuk kívül még Relisha a nagynényjét eslít, és mamáját Melissát is felkeresték a nyomozók. Tekintettel arra, hogy sem letartóztatás, sem gyanúsítás nem került eszközlésre, feltételezhetjük, hogy nem merültek fel, mint potenciális gyanúsítottak, vagy ha felismerültek, tisztázni tudták magukat, de erre később még visszatérek. Ugyanezen a napon, amikor a kihallgatások megtörténtek, Kallio Tatum a feleségével, Andreával bejelentkezett egy Marylandi szállodába, a Red Roofba. Március 18-án, közel három héttel azután, hogy utoljára egy kamera rögzítette Relisát, a washingtoni rendőrség sajtótájékoztatót tartott, amely során arra kérték a lakosságot, hogy aki bármi nemű információval rendelkezik az eltűnt kislány tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban, jelentkezzen. Majd bejelent hogy kiadták az Imber riasztást. Az Imbőr, az America's Missing Broadcast Emergency Response kezdőbetűi de az énből riasztás nem csak egy mozaik szó. Az elnevezést egy szintén kiskorú, a kilenc éves eltűnt személyről, Amber Hagermanről kapta, akit biciklizés közben raboltak el Arlington városában. Eközben Marylandben Andreát, Kalió feleségét holtan találták abban a szállodában, ahol ő és a férfi szálltak meg. A nő a fejét ért lövés következtében vesztette életét. Április 1-én pedig Kelly tétőmnek is csak a holttestét találták meg a Kenilworth Parkban azzal a fegyverrel előtte fejbe magát, amivel nagy valószínűség szerint a saját feleségével is végzett. Relis eltűnésében számos megmozdulás történt, és a hivatásos bűnöldöző szervek is folyamatosan dolgoztak, dolgoznak, de nem jutottak eredményre. Relisa Rudd esete máig megoldatlan, ám az ügy nem merült a feledés homályába, és még ma is várják valaki jelentkezését, aki információval tud szolgálni, Relisa a hollétével vagy eltűnésével kapcsolatosan az ügyben felmerülhet a nem megfelelő reagálás a gyermekjóléti és családsegítő szervek részéről, ám az emiatt indított vizsgálat szerint nem lehetett volna megakadályozni relis eltűnését. Bár azt azért megjegyzem, hogy ha nem kerültek volna a menedékhelyre, vagy a relis a szorosabb felügyelet alá kerül, akkor nem biztos, hogy megismerkednek a feltételezett elkövetővel, Kálióval, akiről nem tudni mit tett, vagy nem tett Alisával. De az tény, hogy utoljára vele látták a kislányt, majd amikor elkezdték keresni, végzett feleségével, majd magával is. És akkor a következő néhány percben jöjjön a már említett interjú, show műsor, amiről megvan a véleményem, is, attól tartok, hogy a végén azt el is fogom mondani. Rally a családja Steel Wilkos műsorában tűnt fel, ahol mint egy show műsorban ismertették az esetet, és az egyébként is egymásnak feszülő családtagokat szembeállították egymással. Be akartam vágni néhány részletet a showból, de végül mégsem tettem, inkább szóban foglalom össze, ami történt. De ennek a videónak a végén az árképernyő előtt kattintható kártya formájában megtaláljátok a videót, így ha szeretnétek megnézni, megtehetitek. Steve azt kérdezte Semikától, hogy hogy lehet az, hogy nem tudott a lánya eltűnéséről, hiszen akkor, amikor a nyomozás megkezdődött, Relissá már 18 napja volt eltűnt. Semika azt felelte erre, hogy nem tudta vele tartani a kapcsolatot, mert nem volt telefonja. Itt megemlíteném az előzményeket, bár nem teljesen világos az sem, hogy mi hogyan történt. Állítólag Semika anyja, azaz Relisa nagymamája vitte kórházba, de azt, hogy miért nem tudné, mint ahogyan azt sem, hogy mikor. Persze arra sincs semmi garancia, hogy ez valóban így történt, de visszatérve az eredeti gondolatmenethez, azt, hogy nem tudott lány eltűnéséről, semmik azzal magyarázta, hogy nem volt telefonja, így a kapcsolatot nem tudta vele tartani. Azt pedig, hogy bármiféle romantikus viszony fűzte volna Kalió tagadta. Viszont azt hozzátette, hogy ugyan neki nem volt, de egy családtagjának igenis volt kapcsolata a férfival. A műsor fő attrakciója pedig az volt, hogy nagy közönség és tévénézők tíz százezre előtt mondták el a hazugság vizsgálat eredményét. A vizsgálat során a feltett kérdések között szerepelt, hogy voltak e köze az adott személynek Relisa eltűnéséhez. Erre Antonio, Relisa nevelőapja, illetve Melissa, a kislány nagymamája nemmel felelt, és a hazugság vizsgálat szerint igazat mondtak. Antónió válaszaiból az is kiderült, hogy soha nem bántalmazta, molesztálta egyetlen gyermekét sem, Melissa pedig nem bízta Relisát Kalió tétömre. Relisa anyja Semika viszont megtagadta hazugság vizsgálatot. Erre a műsorvezető Steve Wilkos az arcába mondta, hevesen gesztikulálva, a család többi tagjának példáját követve, hogy szerinte igenis köze van a lány eltűnéséhez. Azt, hogy az anya miért nem egyezett bele a poligráfos vizsgálatba évekkel később, érthetetlen módon szintén ugyanebben a műsorban mondta el. Azért nem vetette alá magát a vizsgálatnak, mert úgy gondolta, hogy nem egy géppel kell bizonygatnia az igazát, és ráadásul úgy tartja, hogy ez nem is segít lánya megtalálásában. A műsorvezető megkérdezte, hogy most beleegyezne esetleg ebbe a vizsgálatba, de erre Samika itt is nemet mondott. Továbbá elmondta azt is, hogy továbbra is úgy gondolja, lánya eltűnéséhez a volt élettársának, Antóniónak van köze. Utoljára akkor látta, amikor sok évvel ezelőtt először találkozott abban a műsorban, amiben most is, ahol elutasította a hazugságvizsgálatot. És ezt követően egyébként Antóniót is bekapcsolták adásba, ami nem tudom, hogy élő volt-e vagy sem, de nem is ez a lényeg hanem az, hogy Semika nem akart vele beszélni. Ennek ellenére simán megteremtették a lehetőségét, sőt, belekényszerítették abba a nőt, hogy beszéljen vele. Ami ahogy várható volt, egy nagy veszekedésbe torkollott, csak úgy, mint korábban. Nem is mennék bele a részletekbe és az elhangzottakba, mert ugyanaz volt gyakorlatilag, mint korábban, egymást vádolták. És most fogok véleményt nyilvánítani, pedig a műsorról, ami szerintem rendkívül guztustalan. Azokat a Mónikasú epizódokat idézi, amikor a készítők nem erdélyi Mónika, kileg legtöbbször csak a felvétel napján találkozott először a delikvensekkel, amikor a készítők a balhéra mentek, mert az volt eladható. Your turn. Your turn. To... Se védeni, sem vádolni nem fogok senkit, de egyébként abban igazat adok a nőnek, hogy nem egy só műsorban kell bizonygatni az igazát. Nem is értem mondjuk, hogy minek fogadta el a meghívást, azt meg pláne nem, hogy másodjára is miért tette ezt. De az, amikor az első műsorban a házigazda egyszerűen meggyanúsította a nőt, hát mit mondjak? Nem csak szakmai atlan, de gyomorforgató is. Egy korábbi videómban már elmondtam a hazugság vizsgálattal, a poligráfos vizsgálattal kapcsolatos információkat. Röviden ki lehet játszani, meg lehet vezetni, és adhat fals eredményt is. És egyébként Amerikában, számos államban, de egyébként nagyon sok országban nem is fogadják el a bíróságon, mint bizonyítékot. És mivel ez a hazugságvizsgálat nem a napjainkban került felfedezésre, ennek ellenére mégis ilyen megkérdőjelezhető eredményeket ad, úgy gondolom, hogy nem is véletlen az, hogy nem használják fel bizonyítékként nagyon sok esetben a bíróságon, de ez csak a saját véleményem. De visszatérve az ügyre, az egyébként nagyon zavaros, hiszen ha nem az anya bízta a lányát, akkor mégis ki? És miért nem tartotta vele a kapcsolatot? Oké, hogy elmondta, hogy nem volt telefonja, de ha nem bízta másra, miért kellett volna ahhoz telefon? És egyébként még az interjúban ez elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy talán a nagymama volt az, aki betegség miatt kórházba vitte Relisát, és az anya azt hitte, hogy a kórházban van, viszont nem tudott vele kapcsolatot tartani, ezért nem tudták azt, hogy végül is hol van a kislány, de ezt nem tudom. Tehát ezek a részletek nem voltak világosak, és nem is találtam biztos információkat, amelyeket ezt tisztázni tudták volna. De ha valaki esetleg többet tud erről, nyugodtan megírhatja kommentben vagy e-mailben a sokkolóakták kukat gmail.com címre is. A leírásban megtaláljátok. Az ügy máig megoldatlan, és a relisát ma is keresik. 2017-ben Washington hivatalosan is a relis emléknapjává kiáltotta ki április 11-ét. Továbbá 25 ezer dolláros nyomravezetői díj van érvényben a modern technológiáknak köszönhetően már több mesterségesen öregített fotót is közzétettek, hogyha esetleg is még életben van valahol, akkor aki látja, felismerje. Legutóbb 2022-ben adtak ki ilyen fotót, ezt látjátok most.